Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes képviselőtestület, ahol mindenki jelen van. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül egy napirendi pontot tegyünk már el, a önkormányzati körutakkal kapcsolatos papitermeléssel egy határozathozatalát, aki ezzel egyébként tiszteltartással. Köszönöm szépen, a képviselőtestület egy hangulat elfogadta. Első napi rendi pontunk lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról átfogásos hatáskörben dolgozó döntésekről, tájékoztató a testületünk tevékenységéről, amiből fontosabb intézkedésekről, információkról szóló polgármesteri beszámoló irányba megkapta. Problémát. De azt mondtad, amikor jelent, hogy ez a
megszűnik a teát, tehát egy is a megjelenik, a felfüggesztés nyugat teát, akkor azt kell hozzá tenni, hogy megy tökény az ügy, és azt mondjuk azért függesztjük el, hogy eddig a pályázatig, hogy a pályázati dolgok miatt. Azért nyilatkozik el, hogy fejelni. És erre volt kérdeztünk át ideig a videó, hogy ebben az esetben ez nem lehet kizáró okok, mondjuk ha pályázunk, mert ő fel is fejelmetesen kell, és azt mondjuk, hogy az, majd csak ezt után fog felni a szóval. Tehát azt mondta, hogy mindenféleképpen ezért javasoltam, hogy függesszük fel, hogy aztán lenyilatkozunk, hogy fel is fejelmetes, és közben meg... Jó, csak akkor ezt majd át kellene mondani, nem tudom, lesz-e még testület, nem csak. Lesz. Esetleg arról valami kimutatást kapni, hogy itt most itt van a bármi helyzet az önkormányzatnak az augusztus 8-i állapot szerint, hogy hát olyan viszik az előző testületőre is még ez vastagabb volt, sokkal az összeg, hogy a különböző összegek azok miért mentek el, vagy azokat annak mindenben. Mert aztán az a 189, itt valahogy az előző 190 körül így volt, elvettem a sajnos majd egyet, és nem volt szívánni. A kettő szerint most kellett kifizetni a külterületi dolgokat, nem? És nem szokott lenni, mert a kimutatányban. És a mennyi kérdők kellene? És a terület mennyi van hozzá? Nem, persze, hogy csak nem. De akkor a visszatörődik gyakorlatilag, mert kinek fizetnek az előre, hogy is visszatörődik. És akkor az előveget kérdő vele, és annak a gazánc benne. Tehát az lett elkövetve. Az már benne voltak a 180? Igen. Tehát nem utólag, kérjük el, hanem ez már előre be van utalva, tehát előre van utalva. És ennyivel csökken, akkor a... Ja. Az is nem van. Nekem ennyi kérdésem volt. Itt van itt vannak a kapcsolatos... A levet számlázva, tehát levet számlázva, ők kérték, hogy 15-ig, tehát azok is 15-ig történjen a, tehát a számlának a kérdezése. Természetesen mi egy megjön, ezt fogjátok majd látni a beszámolóban is, mert ugye ez a rögtön a nem 100, hanem 200, amin ő fogjuk azt a számlának. Termelőt, hogy kapcsolja le. Vagy igényeljen még
Kérdés esetleg? Hát nem, ha beszámolunk, hosszú fogja, hogy a vállalat beszélünk, hogy a kérdés lehetősége, kapjon beszámolt juttatásban a települési rendezősorokat kapcsolatos elszámolásokhoz, hogy tehát a eddigi a mozáriás születésnek rendezősorokat adott az első sorban, és eddigi rendezvények programok mindenki költséget kell különíteni. Más kérdés? Ki beszámolok, elfogadja kérem készfeltartással. Köszönöm szépen, képviselőtestvényeket, hogy elfogadtam. Második napi rendezvény. Magfatrén és Kozódi Kft. Kérmelről. A pénzügybizottság megtárgyalta. Én bizottság pénzügybizottság megtárgyalta, és ott volt el, a fagyvállalati készítésükre egy elfogadási javaslatban. A pénzügybizottság készfeltartással. Köszönöm szépen, képviselőtestvényeket, hogy elfogadtam. Harmadik napi rendezvény. Magyar falu pályázatokhoz szükséges intézkedések előkészítéséről és azok kapcsolódó döntésekről meghozataláról, megtárgyalt ezt is a pénzügybizottság. És a pénzügybizottság megtárgyaltam, és utána megfelelődik azokkal a kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolják. Ezzel egyetértél a készfeltartás, igen? Előtte érjük, hogy a vállalkozásnak dolgozott. Újdonságot nem tudok tudni, hogy ezt szót kellett kérni, így fők a volt erre, azt oldalának, hogy már olyan belépünk a felületre, hogy az volt kérdés. Igen, azt szeretném mondani, hogy ha jóvá hagynak egyébként felhatalmazást kapott a nyugodban, hogy ez a cég, az ügynökség mégsem tudja vállalni, akkor ez a meghatározott az egyik keresztény lenne, hogy ezen belül mi keresünk más pályázati jogot, is sorunk kívül, és azért egy tudnám segíteni. Nagyon sokat, hogy olyan pályázati felületet, hogy igazából egy-két ember ezt meg kellene tudni tenni, meg az ő vonalállását is valamilyen szinten ebből meg tudnak tenni. Persze nem akkor összegér, mint a pályázatíró, de akkor egy ilyen mozgás tartalmának, akkor lehet, hogy egy kicsit könnyebben lehetünk a következő héten, ahol dolgozunk. Én akkor félek, hogy most véletlenül pályázatunk az ügyességet, hogy volna döntés erről, és hogy én megmondom nekik, ez a két és fél, nem két és fél, hanem két, akkor erre nem tudom, hogy válaszolom. Tehát a járdákra mennek. Csak a
közülük többen már nem vállalták, többen elköltöztek, de volt olyan személy, akik már 2018-ban más szabad számára bizottságokat kerültek át, így a többség tekintetében úgy nem kellett keresni. Én azt gondolom, hogy a nagyobb orvosoktól nevekkel megfelelő összeszerűen lévő személyeket akarnak, és azt gondolom, hogy megfelelő garanciát és biztonságot jelentenek ebbe a munkámban való közleműködésükhöz. Szeretném kérni támogatni sokat. Köszönöm. Szeretnék kérdezni, hogy delegáltak meg, hogy mi az a dátum, amivel jelentően a bizottság? Delegálások azok még azért vannak, rekordolóshoz szerint október 6-án. Tehát a választási bizottság? Igen, a választási bizottság. De előbb azt mondta, hogy a bármilyen valószínűleg még egyébként tájékoztatásokat adni, és sorok kívül esetleg még akár a látszás előtti szaladás napja előtti adottan is meg lehet is megérezteni, hogy valaki kóban kell menni, amelyet tudjuk is lehet. Teljesítés bocsánat. És a szabad számára a bűnösságot már összeállt az előtti kodjában? Hát a szabad számára a bűnösság, ugye az tavaly adottak volna, egy külön kérdés lesz, hogy úgy nyilatkoztatok őket, hogy van-e közöttük olyan, akiknek a családjával vagy hozzátok, amik körében összeférhetetlenségi helyzet állhatatlan, amivel úgy nyilatkoztam, hogy igen, akkor egyébként a pótolóra pótolni kell, amennyiben mindenki ilyen ellenőrzést tud állni, akkor pedig megfelelően bentünk el ezt a három bizottságot, akiknek talán is dolgoztak. És gyakorlatilag ennek a határideje is októbernek van, vagy érzelsz, hogy elmúl? Tehát aki jelölté válik. Igen, delegált a boldog? Nem, mert most én azt mondom, hogy aki képviselő, illetve a magánszerjelölő kisebbségi jelölt lesz, az már annak a jelölésre nyilvánnak, mert a védelő követően beadhatja azokat a személyeket, hogy a delegált kívánzatot a bizottságokból. Igen, tehát a lényben jó. És akkor delegált nyilván nem lehet az, aki képviselőnek vagy polgármesternek épül. Önmaga nem lenne. Tehát önmaga nem családtagja lehet, családtagja nem lehet, nem összevetetlen, de aki képviselőnek polgármester akárki indul, az nem lehet szabad száma a bizottságban sem, meg választott bizottságban sem. Semmilyen szerepet nem töltette. Pedig egy volt csak való, hogy nehogyha változik valami, akkor az a véletlenséget jelenti. És jelen pillanatban most, mai nap szerint még a régi bizottságok állnak fel, hogy a maga a változás szabad számára. Én már ránézést tudok egy olyan bizottságot mondani, ahol, két ember már hivatalban dolgozik, és ők nem szerepelnek, mint a bizottsági tagok között, mert biztos, hogy úgy boldogok, hogy egy olyan sávot javasolok, mert ezt a helyzetet sem lehet mondani. Illetve, hogy valaki jelölt lesz, ilyenről is van hírű, akkor ott sem tud ő jelöltként bizottsági tagságot is jelölni, ott sem megjelölt, és lehet egy olyan eset is, hogy a szeptember 12-én a testület ölésre meglátjuk, hogy mennyit pótlagot kell a helyezésre állítanunk, és ha keres lesz a pótlag, akkor nincs bizárva, hogy nem kérdez volt tereszteni egy muszkát, hogy talán a pótlagoknak a megszabadság szeretnénk kérni, mert annyi a pártkás, hogy nincs elég pótlagunk a helyezésre. Oké, köszönöm. Lehet, hogy végez. Más kérdés? Jó, hogy egyetértél a tiszteltartással, viszont szép megnyitott rendeléket egy hangulat elfogadhatod. Felepüléssel kapcsolatban, mit mondom, majd ott tapasztalatok, nem volna, mezőgazdasági. Így van, a kormányzati mezőgazdasági utakkal kapcsolatban a pénzügyiségét megtárgyalta. Pénzügyiségét megtárgyalta, és mutatottam, hogy a gyártulás aki ezzel egyetekére készteltartásra, köszönöm szépen, és akkor így lesz a hetes napon egy pont. Kapcsolatban kérdés van, valakinek vagy ide elmondani. Nem lenne kérdésem, hogy a testvény beszéltünk már arra ezeket a szeretni csúvalékügyi munkákat. Ez a nagy konkrétes munkákat. Ezeket
ugye ha visszaemlékeztek annak idején, lehetett pályázni, az önkormányzatok csinálnak ilyen szigeteket, gyűjtőszigeteket. Na most ugye ezeket a gyűjtőszigeteket az önkormányzatok zárják, megmondom, hogy ilyet, mert oda minden oldalak az ember. Tehát nem csak szelektívek, nem tudom, láttátok-e is engem, én alig várom, higgyétek el, hogy a kamerarendszer elkészüljön, tele van az üveges, elvittetek egy kukát, és nézzétek meg, hogy egy üveg nincsen benne, hanem szemetet raknak bele, és nem tudom, hogy ki rakja bele a háztartási hulladékot. Nem tudom, hogy kik rakják bele a háztartási hulladékot az ABC-ben. Arról nem beszélve, hogy az üvegesbe is, legutóbb is, ne tudjátok meg, hogy mi volt. Tehát szóval egyszerűen számomra ez felfoghatatlan. Az, hogy a temetőn ugye behozatta most az üveges, mert a lakos elvitte, abba teszi bele a urbát, abba helyigálja bele a virágot, rá van írva, hogy üveg. És elviszi, belerakja a sírnál az urbát, vagy különböző dolgokat, vagy nem mondjak, hogy miket, visszaviszi a gyűjtőhöz, és úgy van. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy mit kellene már kitalálni. Biztos látják, aki jár a temetőn, ki van írva, hogy műanyag. Azért vannak az át, hogy szelektívek. Hát, hogy szelektívek is. Nem, úgy, ahogy a Jóisten azt megadta, lehajítsa az üveg összetérőbe. Tehát szóval, amit lehet, mindenféleképpen megpróbálom megtenni. A válaszolatot Tamásról, beszéltem a Kisvárdához tartozó vezetővel, hogy egy átteletre helyezünk már ki egy konkrétan egy üveges, tehát egy üveges. Azt mondta, hogy megnézi a lehetőségét, és ugye azt tudom mondani, hogy szabadságvalások óta, azóta nem beszéltem vele, se telefonon személyesen, de fogom ma hívni a végletestületülésnek, mert tele van megint az ABC mellett is az üveges, ami egyébként nem baj, mert legalább nem a falu végén, nem a falu szélén kötni, meg nem az erdőben. De még egyszer mondom, hogy felhozatom direkt, hogy abba rakják az üveget, és tele van különféle háztartási hulladékkal a mellett. Tehát az önkormányzatok, akik csináltak ilyen gyűjtőszigeteket, mind számolja felfele, mert egyszerűen lehetetlen állapotok uralkodnak, tehát minden dolog van. Gumitól kezdve, autógumi, hagyd ne soroljam, tehát ez látszódik. Tehát most ezt nem értem. Az a kérdés, hogyha mondjuk konkrétan az egyik dolgoskét veszem, hogy megoldható-e, hogy ott elhelyezni ezeket a konténereket, és azt mondja, hogy azt is vállalja, hogy a gyakorlatilag a kerítésen belülre teszi ezeket a konténereket, és csak nyitvatartás időben, amikor ők ott van meg, akkor lehet vele helyezni, egyébként meg van zárva, fel nem tudta lenni. Erre van-e lehetőség? Ez megoldható-e? Én, mivel nem vagyunk hatóság, nem tudom, de ugye ennek a üveg dolognak a lényege az, hogy gyakorlatilag a lap 24 órájában a lakos bele lophatja, vagy tehetje, vagy tehesse, mert lehet, hogy ott valami úgy dolgozik, és hogyha ez magán zárt, nem is tudom, hogy belehet-e, tehát lehet-e betegni, de nem is azt mondja, hogy nem lehet. Tehát gyakorlatilag önkormányzati területre és kívülre szabad ezeket. Elhelyezni, tehát ez a része már, amit felvetettél, hogy az, hogy felügyeli, azt köszönjük szépen, de megint azt tudom mondani, hogy 24 órában nem, de még egyszer mondom, hogy tényleg alig várom már, hogy a kamerarendszerrel készüljön, mert ezzel én azt mondom, hogy ezeket a notórius, mert komolyan mondom, egyszerűen nem tudom, tehát én nekünk is kereskedik háztartási hulladék, stb. De nem hozom fel ide, és nem itt teszem ki az ABC mellett, vagy nem viszem be Nyíregyházára. Tehát azért van a 120 literes kuka, hogy azt minden kedden, ha úgy van, akkor kihúzom, elviszik. Tehát ha meg nem, akkor még tényleg azt tudom mondani, hogy vannak zsákok, és ha ki van téve, tényleg azt is elviszik a szolgálat emberei. Tehát
De ha megfelelő zsákban, tehát ha megfelelő zsákban van kitéve, tehát ha megfelelő zsákban van kitéve, akkor a hulladékgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás emberi elviszi. Mondanában az a részletet, hogy Tehát tényleg ott a Daniel utcán a cikkel? Jeleztem a
területgazdának, azt mondta, hogy meg fogják nézni, meg fogja vizsgálni, de kértek is haladékot, hisz még mindig, ahol volt ez a szélvihar, minden, tehát azt mondja, hogy igen, mert még mindig ott vannak a szakemberek, tehát még most is 100%-ra helyreállik az a villamos hálózat, meg ilyesmi. De meg fogja, még mondta, hogy fölön kívül meg fogja vizsgálni, hiszen ez baleset veszélyes. Tehát. De baleset veszélyes, hát ha nincsen leföldje, ez baleset veszélyes. Hát különösen, de ugyanabban az oszlopba bele tudnánk a hozzáoszlopba, kétszer csak volt bele a vizsgálni. Tehát a kisti előtt, utolni, potenciális. Tudom, még még azt mondom, hogy... Igen, és akkor már kétszer bele csapott. És ott tényleg van, az sincs leföldje. De mondom, én még így jártam, tehát rengeteg. Köszönöm, képviselő testület, hogy is bezár. Nekem őket mondjuk, hogy mondtak, hogy mondtak érte az önállítás, hogy parkolgatják az autókat, átokat tud betenni, mikor lehet. Mert az amiért a végén, most hát nem teljesen a végén már, már többször kérdezte a holdunk szívói közülnösek ezek a vezetőkormányok esőről. Ígértük nekik, hogy november, majdnem november közepéig lesznek itt, tehát a patkát is ők tudják csinálni, és annyit mondom, hogy ez nekik határidős. Tehát az aszfaltozásra meg van mondva, hogy mennyi időn belül kell ezt elkészíteni, a buszfellépőket, tehát a buszfellépőket, azokat a dolgokat, és azt mondja, amikor már ezzel elkészülnek, akkor lesz idő is folyamatában, ha ilyen kérdés van, akkor fogják csinálni, és azt mondom, hogy ne kérek már tőle ilyet, mert ez határidős, és ha nincs határidőre megcsinálva, akkor kedvényes. De mondom, hogy itt az, hogy majdnem november végéig, mert addig van a határidő a patkaranyagtételére, az áramanyagtételére, akkor az már nem határidős. Tehát ott már nem határidős, már az, hogy most egy napra kiveszi képet, meg egy félbeszél az elműsorban van, de ezt, hogy az aszfaltozást ki kell csinálni, ezt határidős. Járt egy Tavaly ősszel karbantartóknak mondtam, mi elég fel, azokra készül a kapu, mint ami kell, hogy hozzá vásárolják meg, készítsék el, ugye azt fogok legutóbb is a válasz, hogy polgármesterünkről mondtam nekünk, hogy figyeljetek a tulóra, rába tudjátok csak megcsinálni, akkor csináljátok már meg tulajdonban, mert legyen zárható az a rész. Milyen nagy kapu legyen, legyen egy kis kapu benne, mondtam, hogy gyakorlatilag nagy kapu legyen csak, és ugyanúgy, mint ahogy a bentén, akkor azt kinyitjuk meg, bezárjuk éjszakára, temetők vannak kijön majd, azt bezárja minden nap, ugyanúgy, mint a bentén temetők, tehát én nem láttam. Nem is akkor leszünk, hogyha csinálnánk oda, és hogy ennyi kinyitjuk kapu, mint itt van a temetőn, azt a forrókást kapunk. Ezt is ők csinálták. Tudod, akkor csinálni majd egyébként. Ugye ebbe is nem vitának mondom, tehát én is mondtam, hogy egy tolópakot, aztán azok a Fika Józsi mondta, hogy polgármester úr sokkal jobb lenne a kétszer. Mindegy, hogy milyen kapucsot csinálnak, hogy mondanak.